Szexuális tartalmú megjegyzéseivel és gesztusaival zaklatta diákjait egy tanár Soroksáron. 15-17 év közötti gyerekeket kérdezett a szexuális életükről, de volt, hogy egy diáklánynak azt mondta, hogy szexuális szolgáltatásért cserébe jobb jegyet kaphat. Az ügyben tavaly februárban indított vizsgálatot a rendőrség, az ügyészség most emelt vádat a férfi ellen. Tavaly februárban kezdődött vizsgálat a soroksári alapítványi iskolában. Két diák szülei mentek el a rendőrségre, ők mertek beszélni először a történtekről. Az iskolában hiába tettek többen is panaszt, nem történt semmi. Valószínűleg azért, mert az igazgató a tanár apja, az igazgató helyettes pedig az anyja. A diákok azt mesélték, hogy a 40 év körüli férfi többször mondott az órákon vulgáris vicceket, sokszor volt, hogy a diákok szexuális életére tett célzásokat. Olyan eset is történt, hogy a lányokat az udvari faház mögé hívta, hogy jobb jegyeket kapjanak. Az iskola egyik tanára az RTL klubnak mesélt a történtekről. Első nyilatkozatát arc nélkül vállalta, másnap azonban kirúgták az iskolából. Aztán már arccal is vállalta az interjút. Az akkori 11. osztályban tartottam órát, és megláttam, amint a kertben áll, és orális szexre utaló gesztusokat tesz egy lány felé. Nagyon durva. Azóta több diák is elmesélte, hogy miket csinált a tanár. A férfit kiskorú veszélyeztetésével vádolják. A vád szerint a kiskorú diákokat megalázta, emberi méltóságukban megsértette őket, és az erkölcsi érzelmi fejlődésüket veszélyeztette. A kerületi ügyészség az ügyben 22 rendbeli kiskorú veszélyeztetésének büntette miatt nyújtott be vádiratot az illetékes bíróságra. A férfi 14 éve dolgozott az iskolában. A vádirat most olyan eseteket említ, amelyek 2011 és 2016 között történtek. Hogy az iskola korábbi diákjaival is történtek-e hasonló esetek, nem tudni. Mint ahogy az sem, hogy bármelyik diákával tovább ment-e a tanár. El kellene felejteni azt az illúziót, hogy a gyerekek egészséges szexuális fejlődését csak az fenyegeti, vagy csak az veszélyezteti, hogyha valaki belenyúl a bugyjukba, vagy a nadrágjuk alá. A gyermekjogi szakértő szerint a gyerekek egészséges fejlődését szavakkal, vagyis verbális erőszakkal is lehet veszélyeztetni. Egy pedagógus számára máshol vannak a határok, mint egy átlag felnőttnek, de az iskolák legtöbbször bezárnak ezekben az ügyekben. Nagyon sokszor futunk bele abba, hogy pedagógusok esetén elválasztják a szakmai tudást és a pedagógiai módszertant, és azt mondják, hogy hát lehet, hogy így viselkedik, de egyébként egy nagyon jó matek tanár, vagy egy nagyon jó történelem tanár, ami nincs így. A pedagógusnál sem válik szét a szakmai tudás és a pedagógiai módszertant, hogyha valaki így viselkedik a gyerekekkel, ilyen magatartást enged meg magának, akkor nagyon fontos, hogy ennek következménye legyen. Telefonon és e-mailben is kerestük a soroksári iskolát, de nem kaptunk választ a kérdéseinkre. Így azt sem lehet tudni, hogy a férfi még az alkalmazásukban áll-e.